Tisztelettel köszöntöm Borsodi Pétert, a Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület szakvezetőjét, és hát azután érdeklődnék, hogy az elmúlt mozgalmas év után, illetve hát annak az elején ki lett tűzve bizonyos célkitűzések, és ahhoz képest, hát mondjuk a 5-6 győzelem itt sorozatban már sok mindent elárul, de hogy hová értékeli a csapatot, hogy most a kitűzött célhoz képest hol állnak? Igen. Tehát a, hol tartanak? Hol tartunk. Hát igen, tehát valójában nagyon is átalakult a csapatunk tavalyi évadhoz képest. Úgy gondolom, hogy jelentősen erősödött és 8 új játékos érkezett a csapathoz. Ez mindig sok problémát okoz egy vezetőedző számára. Tehát itt gondolok arra, hogy egy ügyes fiatal, ambiciózus játékosok érkeztek, de sok az új, és mind szinte máshonnan érkeztek. Tehát az újakat az újakkal, a régeket az újakkal kellett összeszoktatni. Tény és való, hogy hála Istennek jól szerepel, és eddig ugye mind a Magyar Kupában, mind a bajnokságban sikerrel vettük a mérkőzéseket. A kitűzött cél az az első 5 helynek a megszerzése. Hát ezzel nincs gond? Ezzel részarányosan? Hát a részarányosan igen, de azt nagyon tudjuk, hogy nagyon hosszú a bajnokság. És itt az élő példa a mai mérkőzés előtt például, hogy 2 nappal ezelőtt az egyik játékosomnak egy véletlen lépés folyamán kifordult a bokája, a másiknak egy szögdelő gyakorlatnál beszakadt a... De már sportolnak a vágya. Aztán betegségek, ugye, amiket sajnos hát ki lehetne védeni, de előbb-utóbb utolérja az embert. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kitűzött célunk felé jó úton haladunk. Nagyon-nagyon sok munka kell még és vár a csapatra. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt mérkőzéseken a lehetőségekhez képest azt mondom, hogy erőn felül teljesítettünk, tehát gondolok arra, hogy a szerencse is mellettünk volt, tehát a szerencse általában odáll, ahol aki munka tesz van, érte, és tesznek érte. Én nem szeretném túlértékelni ezt a 7 mérkőzésünket a Magyar Kupa Nagycsiket is beleértve. Én a lányoknak is azt verem a fejébe, hogy ne nézegessenek, ne számolgassanak, hanem önmagukban nézzenek és az elvégzett munkába bízzanak. Mindig a következő feladatra koncentráljunk, és én ezt mindig úgy tűzöm ki nekik, hogyha egy héten elkezdjük az edzést, akkor befejezzük hétfőn, akkor a következő feladatunk az, hogy a keddi edzésen maximumot teljesítsünk és odafigyeljünk. Azt, ha a keddi edzés is be van fejezve, akkor a szerda, és természetesen egy picit mindig előre kacsintva, tehát a hétvégi mérkőzésekre, amikor már készülünk a mérkőzésekre. Igen. És a mai mérkőzés győzelmet már, de visszatérve itt még a részarányos, meg a kitűzött célhoz képest, Egerbe értenek a kézlabdához? Egerben értenek a kézlabdához? Igen. Ezt most elnézést kérek vissza. Nem érti az edzősportás, ők azt mondják, már biztos értenek hozzá, hogy a leendő bajnok csapatot, vagy legalábbis a bajnoki címért versenyben lévő csapattól kaptak ki annak idején a bajnoki meccsen, vagy a kupa meccs volt, nem a bajnoki mind volt. A kétszer, de végül is mindegy, mert mind a kettő így van. Hogy ők ezt a csapatot látták a Kecskemétbe, és azért mondom, hogy ezzel akkor hagyjuk így függőbe. És én erre azt mondom, ez, hogy ezt köszönöm szépen, hogy ilyet mondanak. Jó eső érzés, hogy az ellenfelek mondják ezt, akkor az... Mi ettől még nekünk kötelező 2 lábon a talajon állunk, stabilan. És attól is, hogy Szegeden is győzni tudott az NB1-es csapat ellen. Igen. Bár ott azt nem olvastam, hogy mit mondtak, hogy... Ez egy hiányos Szegedet, de akkor is, tehát én mindig azt mondom, hogy ne az ellenfelet nézzék, hogy kivel játszunk, ki győzünk le, hogyan,
hanem én továbbra is azt mondtam, hogy saját magunkat kell mindig bizonyítani. Akkor nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok, és hajrá Kecskemét! Köszönjük szépen!